Tehát összességében azt szeretném ebben mondani, hogy a javas fogalom alá tartozik mindaz, amit ugyan nem pontosan tudunk definiálni, de valahol a lelkünk mélyén érezzük, hogy vannak olyan gyökereink, amelyekből függetlenül attól, hogy nem tudjuk definiálni, mégis táplálkozunk, amihez hűek kell, hogy legyünk, amit igazából véve lehet, hogy soha nem tudjuk majd olyan szinten megnyilatkoztatni, ahol az teljesen konkrétan definiált, és mégis nagyon fontos működő eleme a léleknek. Annak a léleknek, amely magyarul fogalmazza meg az igazságát, amely leéli úgy az életét, hogy magyar nyelven és a magyar nyelvhez tartozó gondolatisággal, szellemiséggel, hiszen tudjuk, hogy minden nyelv valahol olyan kicsit, mint a ló, ami viszi a lovast valahova. Tehát főleg arra a mentalitásra gondolok, amely ezen a nyelven tudja kifejezni önmagát, aki ezen a nyelven definiálja önmagát. Tehát, hogy ennek a emlékét őrizzük továbbá, tovább megyek még egy lépéssel, továbbá azoknak az emlékét őrizzük, akik feltételezéseink szerint a magyarok ősei voltak, nevezetesen ugye a médekre gondolok, illetve a médek egyik törzsére, a papi törzsére gondolok, amely nincs kizárva, hogy az őseinkként tisztelhetjük őket. Nagyon jó lenne, ha így lenne, mert akkor közvetlenül meg tudnánk magyarázni azt a kreativitást, amit a magyarság az elmúlt időszakban, különösen az elmúlt időszakban, ugye azért különösen, hiszen az elmúlt 300 év volt, ami teret adott a szellem röptének, az elmúlt 300 év volt az, amikor teljes mértékben elengedhette magát az ember, miután Nietzsche kijelentette, hogy Isten halott. És azóta röpül az elme, röpül a szellem, és hogy milyen irányba, az most más kérdés, azt végig lehet gondolni, hogy mit produkált az elmúlt időszakban, és ez mennyire van ellene adott esetben annak a szellemiségnek, amit az embernek képviselnie kellene. De mindegy, tehát amit produkált, hogy ahogy a Gábor előadásával is hallhattuk, hogy az a fajta szellemi kreativitás onnan származik. Ha tehát igaz az a feltevés, hogy valóban van valami közünk a médekhez, akkor azt kell mondjam, hogy talán ez az egyenes vonal, amin keresztül le tudjuk vezetni ezt a képességünket, a magyarságunk ezt a képességet. Ezért aztán köszönöm, hogy a Javas ünnepen együtt lehetünk, köszönöm azt, hogy együtt ünnepelhetjük úgy ezt az ünnepet, hogy emlékezünk nagyon régi időkre azért, hogy feltámasszunk nagyon új időket. Hiszen tulajdonképpen nem történik más, mint mindig minden ismétlődik. Valójában nincs új a nap alatt, mondhatnánk ilyen nagyon hétköznapi példával. Tehát ha fel tudjuk magunkba azokat a gyökereket támasztani, amelyből az őseink táplálkoztak, akkor nagy valószínűséggel ismétlődik a dolog, ismétlődik a történet, és talán ez a fajta szellemi kreativitás, ami ezáltal felébred, netán a nemzetünket is képes valamilyen magasabb szintre emelni, valamilyen jobb irányba mozdítani. Ebben reménykedve, és nem más vallásokat, vagy más szemléleteket és világképeket támadva, ünnepeljük tulajdonképpen az emberi szabadságnak ezt a nemes, csodálatos eszméjét, amit úgy nevezünk, hogy magyarság. A képletről szólva, először is hagyd mondjam el a problémákat. A problémák számosak. Az első, ami köszönöm neked, hogy avval kezdted az előadást, és ebből nagyon jól le tudtam mérni, hogy valóban a hermetikus asztrológia talaján képezted magad asztrológián. Tudnék, a mundán asztrológia az teljesen periférikus a hermetikus asztrológia szempontjából. Teljesen periférikus. Nem igaztalan, nem mondjuk azt, hogy nem tartalmaz igazságot. Az asztrológia létszemlélete világképe benne van a mundán asztrológiában is, de a mundán asztrológia közvetlenül nem tud nekünk lehetőséget adni a tényleges változásra, a tényleges átalakulásokra, hiszen most túl azokon a problémákon, hogy sok esetben nincs kezdete, mint például a magyarságnak nincs kezdete.
nem tudjuk, hogy honnan számoljuk tulajdonképpen, ezért egy pici időt kiragadunk itt a köztársaság képletével, és azt próbáljuk boncolgatni, és abból próbálunk rálátni igazából a lényegre. Tehát nincs kezdete, ráadásul a mundán folyamatok nagyon távol vannak attól a folyamattól, ahol közvetlen beavatkozási lehetőségünk van, bár ennek mindjárt mondok az ellentétére is egy példát. De egy a lényeg tehát, hogy a mundán asztrológia az viszonylag periférikus a hermetikus asztrológia szempontjából. Hiszen a hermetikus asztrológia első célja, legfontosabb feladata, hogy abba a lezárt, hermészi, de hermetikusan lezárt edénybe, ami az emberi tudat, tulajdonképpen mondhatjuk úgy, hogy a lombik a test és benne a folyamatok a tudat, hogy ebbe olyan átalakulásokat hajtsunk végre, amelyeket tükröztetjük az asztrológiai képlet különböző elemeibe, az ég folyamataiba, vagy akár más szimbólumrendszerbe. Tehát a lényeg az, hogy egy közvetlen átalakulást hajtsunk végre a képletünk kapcsán. Ugye ilyen szempontból a mundán asztrológia eleve nagyon távol van ettől, nagyon nehezen, mint ahogy többször is elhangzott, nagyon nehezen lehet beavatkozni ezekbe a folyamatokba. És mégis érdekes módon, például egy nagyon jó példa erre most, ami nemrég történt, és talán többen itt tudják, ugye 30 éve ezelőtt körülbelül, nem tudom én, két vagy négy kezelem meg tudom számolni, hogy hány buddhista volt Magyarországon. Nemrég, amikor itt volt őszentsége, és az ember körülnézett a sportcsarnokba, és 12 ezer ember homlokán ott volt a beavatási pánt. Az azt jelenti, hogy beavatódott 12 ezer ember egy nagyon mély tanításba, ugye Avalokiteshvara vagy Csenrézi tanításba, ami azt jelenti, hogy az Isten megjelent itt Budapesten, most valamilyen értelemben. Annyira, hogy a mandalát, ugye mert ilyenkor a Dalai Láma előtt megy a csapat, és fölépítenek egy mandalát, egy homok mandalát, és utána jön a láma, és a láma elmegy, és utána lebontják a mandalát. És bizony, tudjátok, hogy itt volt, itt ebben a épületben volt, a négy szerzetes itt építette fel a Csenrézi mandalát, ugye, és jött őszentsége, és megtartotta a Csenrézi beavatást. Tehát ezek olyan fantasztikus nagy dolgok, őszentsége maga egyébként Avalokiteshvara a reprezentáns, tehát tulajdonképpen egy Isten, egy élő Isten, most abban az értelemben, hogy egy ősi fonal tovább vivője, lehet, hogy csak az fakad belőle, hogy az embernek van égi kapcsolata, vagy csak olyan nem túl, nem akarok nem patetikus leindítani, de olyan dolgok fakadnak csak belőle, amelyek közvetlenül lehet, hogy nem segítik az életünket, és lehet, hogy most attól nem lett jobb itt a országban vagy a városban, és mégis egy nagyon fontos dolog, mert egy égi kapcsolat jelent meg. Tehát mindösszesen azt akartam mondani, hogy valóban, ha megkérdeztem volna azokat, akik 30 évvel ezelőtt buddhizmussal foglalkoztak, hogy mit gondolsz, meg tudod-e változtatni ezt a helyzetet, ami itt Magyarországon van? Hát valószínűleg mindenki azt mondta volna, hogy hát nem nagyon, nem biztos, hát azért nem lehet. És rá 30 évre egy egészen más kép van, nyitottak a buddhizmus felé az emberek, és adott esetben 12 ezer ember beavatást kapott a sportcsa. Azt akartam ebben csak mondani, hogy lehet, hogy közvetlenül nem tudjuk megváltoztatni a társadalmi folyamatokat, de igenis nagyon egyetértek avval, amit az Antti mondott, hogy mégis csak van befolyásunk a folyamatokra. Tehát mégis láthatatlan szálakon egyszerűen az egyes egyéni tudat, az emberi lélek össze van kapcsolva a néplélekkel. Az, hogy néplélek, az nem más, mint az egyéni léleknek a multiplikációja, egyfajta megsokszorozódása. Tehát, hogy hasonló nyelvű, hasonló szellemiségű lények vesznek körül. Ezt jelenti egy országba élni, egy szellemiségben élni. Tehát igenis van jelentősége annak, hogy az ember hogyan gondolkodik a hazájáról, hogyan gondolkozik a népéről, hogyan gondolkozik arról a világról, ami őt körülveszi. És ilyen szempontból tehát valóban nagyon távol van a hermetikus asztrológiától a mundán asztrológia, szinte azt mondja, hogy a legtávolabb, pláne attól a mundán asztrológiától mondjuk, ami
van rá példa, ahol mit tudom én, számítógépen feldolgoznak 10 000 embernek az adatát, és ebből akarják valahogy kisakkozni, hogy hát ez aztán végképp nagyon távol áll a hermetikus asztrológiát, ez a statisztikai rész. De ugyanakkor tehát van átjárás az egyéni tudat és az egyéni lélek és a kollektív tudat, illetve a közösségi lélek, a néplélek között. Tehát nem lehet azt mondani, hogy nincs befolyásunk azokra a folyamatokra, amelyek körülöttünk vannak. Másrésztől például a magyarság képlete esetében ugye az a helyzet, hogy nincs kezdőpontunk. Tehát maga ez a kis szakasz, amit 89 óta megérünk, ez 21 év. Semmi. Nulla. Ahhoz a 2000 évhez, amit a magyarság már átélt, ha nem többet, csak most amit belátunk 2000 évet, ahhoz képest ez a 21 év, ez semmi. Nulla. Tehát itt valamilyen, az a helyzet, körülbelül olyan a helyzet, mint amikor egy radix képletben nézzük a szolár képletet. Ugye van a radix képlet, és akkor megnézzük, hogy abban az évben, a szolár képletben milyen tendenciák a jellemzőek. De a szolár képlet soha nem fogja felülírni a radix képletet, soha nem fog az megtörténni, hogy olyan dolgok jönnek elő, ami a radixban nincs benne, vagy hogy úgy éli meg azt a konstellációt valaki, ami a radixban nincs benne. Tehát mindenképp a radix az irányadó, csak hogy itt nekünk nincs radixunk. Csak szolárunk van. Éppen ezért, csak azért mondom, hogy tehát, ha százalékba kivel ki kellene fejeznem, akkor azt mondanám, hogy a magyar népléleknek, általában a magyarságnak ez a 89-es képlet körülbelül olyan 10%-át, tehát az egész társadalom működésének és mindennek körülbelül a 10%-át írja le, a 90%-át nem írja le, mert az lényegében a korábbi létünkben, más kezdetekben, más kiinduló pontokban kereshető, keresendő. Biztos ilyen lenne a honfoglaláskori vérszerződés, adott esetben például amikor a Erdélyben megjelentek és ott szintén vérszerződést kötöttek, adott esetben a Turánia a földön kötött vérszerződés. Tehát mindegyik bizonyos értelemben szelete, egy szegmense ennek a hát népnek, az egész nép, a társadalomnak, a magyarságnak. Ezért tehát mindaz, amit a 89-es képletben látunk, azok valóban igazak a jelen folyamataira, de nem fedik le a magyarság egészét, tehát a magyarság az több annál, mint amit ebben a képletben látunk. A következő, tehát ezek minden olyan aggályok, amelyek végül is nagyon óvatosságra intenek, amikor a képletet, hát ezt a 89-es képletet vizsgálgatjuk. Még egy szempont, ami végül is az asztrológiának az alapja. Mit mutat az asztrológia? Az asztrológia végül is szimbólumok segítségével megmutatja, hogy milyen hajlamok vannak bennünk. Azért használom ezt a hajlam szót, mert hogy érzékeltessem, hogy itt nem valamiféle determinációs helyzetről van szó, hanem hajlamokról, amelyek megváltoztathatóak, tehát sőt alakíthatóak és alakulnak is, hiszen még abban az esetben is, hogyha semmit nem csinálunk önmagunkkal, az érzékszervi benyomások, azok módosítják a hajlamainkat, sokszor negatív irányba, sőt legtöbbször negatív irányba, hiszen a tudatos változtatás az egy más dolog, az nem az érzékszervi tapasztalás alapján vagy annak következtében áll elő. Tehát hajlamokat tapasztalunk. Következésképpen az ország szempontjából is bizonyos hajlamokat tapasztalunk. Azt tapasztaljuk, hogy a népléleknek mire van hajlama, amikor az egyes bolygókat vizsgáljuk. És ebből tulajdonképpen két olyan dolgot szeretnék kiemelni most a képlettel kapcsolatban, amely véleményem szerint egy nagyon érdekes és átgondolandó helyzet, és adott esetben együtt gondolkodást igényel, hogy vajon mit lehet ebben tennünk. Az egyik ilyen, nem inkább avval kezdem, ami elhangzott és nagyon fontos volt, ugye a Gábornak az előadásában elhangzott az a bizonyos átlépések, hogy a szekunder direkcióban a kentronok átlépnek, zodiákust váltanak, és ezt aki figyeli az egyes ember életében, a saját életében a kentronváltásokat a szekunder direkcióban, az tudja, hogy egy teljes világképváltás, vagy egy teljes
nagy váltás következik be a kentronok átlépés által. Tehát jó okunk van feltételezni, hogy most ezek az átlépések, amik történnek, ugye az MC is, meg az aszcendens is jegyet vált, ráadásul olyan fontos jegyekbe lép át például az MC, mint a nyilas, ami feltehetően és a néphagyomány szerint egyértelműen a magyarság asztrológiai szimbóluma, jegye, ez azt jelenti, hogy igen, itt most egy nagy váltás történik. Nem tudjuk még, most nem feltétlenül politikai váltásra gondolok, nem is arra gondolok, hogy választásokon hogy alakult meg, mint alakult, mert ezek gyakorlatilag bárhogyan alakulhatnak, ez nem is ez a lényeg, hanem azokra a folyamatokra gondolok, amelyek majd meghatározzák a továbbiakban a magyarságnak a lényegi sorsát. És a lényegi sors az több annál, mint hogy amit egy kormány tud tenni egy emberrel. Sokkal több annál. Azok, akik itt végigélték a 50-es, 60-as, 70-es éveket, azok pontosan tudják, hogy az, hogy volt itt egy rendszer, semmit nem jelentett. Semmit. Az emberi tudat szabadsága szempontjából semmit nem jelentett. Abban ugyanúgy lehetett boldognak lenni, ugyanúgy lehetett szenvedni, és emlékszem, 89-ben egyszer egy interjút csináltak velem, és kérdezték, hogy hát hogy milyen nagy dolog ez. És azt kellett mondjam buddhistaként, ugye akkor mint egy kis buddhista közösségnek a képviselője ott a helyzetben, hogy semmiféle váltás nem történt. Valóban lényegi változás nem történt. Akkor még nem tudtam, hogy tényleg nem történt, csak most már tudjuk, hogy tényleg nem történt, de akkor még ezt nem is erre gondoltam, hanem arra gondoltam, hogy az egyes embernek az életéhez nem fog tudni semmit hozzáadni, akár egy új rendszer sem, hiszen a boldogság nem azon múlik, hogy milyen rendszer van. A boldogság egyáltalán a tudat céljai, elsődleges, primer törekvésének a céljai, azok nem tudnak politikailag testet ölteni. Nem igazán a politika az, aki meg tudja mondani, vagy a társadalom különböző folyamata. Tehát ebben teljesen egyetértek az előbb elhangzottak, a Anti által elmondottakkal, hogy ezeket a hajlamokat, tehát független attól, hogy milyen közegben kell nekünk végül is végrehajtani a saját egyes személyes életünk lehetőség céljainak a beteljesítését, bizony ezeket a hajlamokat mindenképpen meg kell, egy asztrológia szempontjából meg lehet, és jó, ha azt megváltoztatjuk. Csak hogy a mundán asztrológia szempontjából ez már bonyolultabb kérdés, hiszen ott a mundán asztrológia egy néplélek hajlamát, azt lényegesen nehezebb megváltoztatni, de mint az előbb említettem a példámmal listonképpen, az sem reménytelen, csak hogy úgy mondjam, dolgozni kell érte. Nos, hát ezért került napirendre most ez a téma például a javas ünnepek sorában, hogy dolgozzunk érte. Hogy gondolkozzunk együtt, hogy adott esetben például egy támpont, egy szimbólumrendszer által nyújtott támpont alapján hogyan tudjuk változtatni önmagunkban a magyarság képet. Hogyan tudjuk az egész országnak a képét. Hangsúlyozom, önmagunkban, nem forradalommal, nem elzavarni ezt is, mert aztán következőt is, meg azt is, hiszen nem tudom én milyen csodavárási hát állapotba tud az ember kerülni, hogy mindig reménykedik abban, hogy majd milyen jó lesz, ha a következő jön, és most milyen rossz az, ami most van, ugye ez a szokásos ilyen emberi attitűd, hanem belülről egyfajta változást végrehajtani a magyarsággal összefüggésben. Tehát ilyen értelemben mondom azt, hogy egy rendkívül kis szegmenssel dolgozunk csak, de ez a kis szegmens is nagyon fontos lehet, különösen akkor, hogyha rá találunk arra a fonalra, ahol a változások végbe mennek. Ezzel kapcsolatban egy taoista példát, idézetet szeretnék mondani. A taoisták gondolták mindig úgy, hogyha helyesen gondolkodol, akkor 100 mérföldről is helyeselnek neked, ha tévesen gondolkodol, 100 mérföldről is ellenkeznek veled. Tehát azokat a... Van egy olyan síkja a dolgoknak, és ez, amit az előbb hallottunk, tulajdonképpen az a világkép, amely a folyamatokat, a lelki, a tudati folyamatokra vezeti vissza, van egy olyan világkép tehát, amely fontosnak tartja azokon való gondolkodást is, amire közvetlenül nincs befolyásunk. Hogy fontos az, hogy elgondoljuk például, hogy milyen lenne egy Magyarország, ha
egy ideális formában képzeljük el. Tehát milyen lenne az az ország? És az előbb említettek alapján tenni azért, hogy ez az ország megváltozzon, különösen mondjuk azokra gondolok, akik, mint amilyen magam is vagyok, hogy nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ebbe az országba születtem, hogy ezen a nyelven beszélhetek, tehát végtelen, nem tudom kifejezni a hálámat, olyan nagyon örülök neki, és akár merre jártam a világba, egyetlen célom az volt, hogy minél gyorsabban visszajöjjek onnan, és amióta nem hűszer, azóta nem ismerek sehova. Tehát nagyon hálás vagyok ennek a névnek, és tényleg nagyon fontos is, hogy úgy kezeljük ezt, mintha ebben egy nagy kincs lenne, amit még nem pucoltunk le teljesen, még nem tisztítottuk le ezt a drága követ, de már folyamatban van, mert már annyi minden történt, hogy már nincs más választásunk, csak megpucolni, megtisztítani, és akkor majd ki fog jönni az igazi fénye. Átcsillan, mert mindig átcsillan, tehát itt elhangzott, hogy milyen képességei vannak ennek a nőknek, milyen végtelen szellemi kreativitás van benne, és hogy mennyire mindig újra gondolja az egészet. Nem egy olyan lelkületű nép ez, amelyik beállt a gondolkodásával, és akkor megy egy úton, hanem újra és újra teremti állandóan a világot. Persze ebből mindig is nagyon sok problémája volt, de mégis ez történik, hogy újra gondolja a létet, és ezáltal mindenféle ficsfilitjet kitalál, feltalál, és másképp gondolja, és mást. És ez a fajta szellemi kreativitás, ami nagyon fontos. Ez az igazán a jellemző erre a népre, hogyha belegondolunk, és ebből kell kiindulni, és itt kell tulajdonképpen valahol nekünk azt az előbb említett gondolkodási rendszert ebbe bevinni, hogy ezáltal átalakíthassuk, át tudjuk segíteni tulajdonképpen ezt a népet oda, ahova való, és ahova most már a nyilas, a szekunder direkcióban lévő MC-je is mutat, a nyilas területére, a tanító területére, aki rámutatott mindig is arra, hogy mik a dolgok következményei, a saját példáján egyébként, legtöbbször skorpiósan, ugye egy kicsit skorpiósan a saját példáján, de rámutatott mindig arra, hogy tulajdonképpen magában a létben mi is a fontos, mi is a lényeg és mi is az érték. Tehát visszatérve, ezt a kis szegmenset tudjuk most változtatni, de a kis szegmens további kis szegmenseket fog érinteni a változás során, úgyhogy mindenképpen, hogy úgy mondjam, kötelességünk ezt a fajta hajlamváltozást elősegíteni, illetve támogatni. Ami a konkrét képletet illeti, végül is elhangzott nagyon sok minden ezzel kapcsolatban, és nagyon jó dolgok valóban, több szempontban, most nem hozom elő mindet. Egy dolgot szeretnék azonban kihangsúlyozni, és ez a Szaturnusz és a Jupiternek a szembenállása. Többféle dolgot lehetne a képletben, tényleg pontosan az a helyzet, az a képlet kifejezi 89-et, kifejezi azokat az időket, kifejezi azokat az ellentmondásos, azt se tudjuk, mit akarjuk, típusú, csak menjetek innen és kész. Ez volt az egyetlen szempont, de valójában nagyon nem tudtuk, hogy mit akarunk a szabadsággal. Hát ha valaki 89-ben megkérdezi mondjuk a buddhistákat, hogy mi a szabadság, akkor biztos, hogy mást mondanak, mint amerre az az ország indult. Mert amerre indult, ott lehet, hogy lettek néhányan, nem tudom, hogy szabadok, de hát azért a többség szinte azt lehet mondani, hogy több korlátot kapott, mint ami szabadságot. Tehát csak egy teljesen más típusú, teljesen más jellegű kondicionáltságban van része, mint mondjuk 89 előtt. Azt akarom mondani tehát, hogy ez a Szaturnusz, Jupiter-Szaturnusz szembenállás egy nagyon izgalmas kérdés. Nem csak azért, mert az aszcendens-deszcendensen van, tehát a kentronokon van, hanem azért, mert nagyon nem fér össze a magyarsággal. Mégpedig azért nem fér össze a magyarsággal, mert hogyha valaki most megkérdezné tőlem, hogy mi jellemző az asztrológia és Jézus viszonyára, akkor valószínűleg mindenki azt mondaná rögtön, hogy a Jupiter-Szaturnusz konjunkció, együttállás. Amikor a Jupiter és a Szaturnusz együtt áll,
az jellemző ugye Jézus születésére, ott valószínűleg hármas együttállás volt, de mindegy, most csak a Jupiter és a Szaturnusz együttállását emeljük ki. Vagyis, ahol a rend és az isteni erő, az igazság együtt van, ott születik meg az a megváltó, aki a világ világot, ezt a látomásokkal és varázslattal teli világot megváltja és visszaemeli az atyához, a kezdetekbe, visszaviszi azt a gyöngyöt az atyához. Tehát a Jupiter-Szaturnusz együttállás az a képlet, amit igazából véve a magyarság szempontjából azt mondanám, hogyha rákérdeznek, hogy na a magyarokra mi a jelző, akkor bizony azt mondanám, hogy a Jupiter-Szaturnusz együttállás. Nem tudom, hogy melyik zodiákusba tenném, de ez egy nagyon fontos szempont. Az, hogy most definiálnunk kell azt, hogy tulajdonképpen jó rendben van, a Jupiter-Szaturnusz együttállás az a Jézusi megváltó megjelenése. Akkor mi a Jupiter-Szaturnusz szembenállás? Tehát mi az a szembenállás, ami éppen ellentétes ebben a Jézusi megváltással? És nem akarom azt mondani rá, hogy az Antikrisztus, de majdnem. Tehát gyakorlatilag éppen a rendnek az a fajta, ugye a Szaturnusz által képviselt rendnek a istenellenessége. Most ha keresztény termünszokban gondolkodunk, akkor istenellenessége. De mindenképpen az igazság ellenessége. A rend és az igazság szembenállása. És ráadásul egy aszcendens, deszcendens tengelyen. Tehát lényegében véve ezzel kapcsolatban, ugye tudjuk, hogy a szembenállások általában trigon szextilekkel feloldhatók, és ilyen értelemben azért nem reménytelen a helyzet, de ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, és ismerek olyan embereket, akik szerencsére olyanokat is, akiknek Jupiter-Szaturnusz együttállásuk van, ismerem az ő lelki hajlamaikat, és ismerek olyanokat is, akiknek szembenállásuk van, és nem feltétlen mondom azt, hogy akkor ők teljesen szellemellenes emberek, mert ő szó sincs, de a harcaikat, a küzdelmeiket ismerem, az ezzel kapcsolatos küzdelmeiket ismerem. Tehát azt mondom első körben, hogy bizony, ha valamiért egy új képletet kellene a magyarságnak választania, vagy új időszakot, egy új kezdőpontot, egy új kezdetet, ez a jó szó, egy új kezdetet kellene a magyarságnak választani, valószínűleg nem javasolnám, hogy Szaturnusz-Jupiter szembenállásnál történjen ez meg. Mit akarok ebben mondani? Azt, hogy sokat gondolkodtam, és nem tudom mennyi egyáltalán bele tudok menni, ha igen, nem nagyon, még azért egy pár percben, sokat gondolkodtam azon, hogy tulajdonképpen melyik csapatba tartozom? Abban a csapatba tartozom-e, amelyik elvállalja azt a képletet, amilyen van, tehát adott esetben, ha van egy rossz szolára mondjuk, akkor ott marad azon a helyen, és nem utazik el egy olyan pontra, ahol ezt a rossz szolár fel tudná oldani, és elvállalja, és szembenéz, és azokat az erőket megpróbálja kezelni, vagy inkább elutazom, és ebben egy jobb sorsot választok magamnak arra az évre, valószínűleg mindenki ismeri asztrológusok közül, sokan játszanak avval, hogy a szolárukat ott olyan helyen töltik, ahol a kedvező pozíciókban kerülnek a bolygók. A alapprobléma az tehát, hogy mit csináljunk, oldjuk meg azt, amink van, tehát azt a képletet, amink van, abból csináljunk valahogy, varázsoljunk egy jó életet, vagy pedig válasszunk egy új kezdőpontot. És sokáig azon a véleményen voltam, hogy meg kell oldani egy embernek azt a hajlam készséget, amivel született, vagyis tulajdonképpen minden képlet ilyen szempontból jó képlet, csak meg kell találni azt, hogy azokat a hajlamokat hogy lehet megváltoztatni. De pont ez az a fényszög, ez az a helyzet, amire azt mondom, hogy nem, hanem túl kell lépni rajta. Tehát egyszerűen egy új kezdetet kell keresni. A Jupiter szaturnusz, minden egyéb, az, hogy a hold, a nyolcas házas hold, a orosztán nyolcas házas hold, hogy jól lakottan szenved, tulajdonképpen a legjobb jólétbe szenved, le kell mondania, tulajdonképpen a népnek kell lemondani. Ugye a nyolcas házas hold, mondjon le a nép.
ez az a helyzet. Mondjon el, és tűnjön el, ezt elhangzott már nálad. De az megoldható, az nem probléma. Az, hogy a Mars a mérlegben van, az megoldható. Az, hogy a Plutó a tízes házban van, megoldható, sőt, mint láttuk, azt még fel is használható. De az, hogy a Jupiter-Szaturnus szemben áll, és egy téridő diszkontinuitás, egy abszolút istenellenes, vagy hogy mondjam, rend és az igazság egymással való szembenállása, hogy ezt a nép vigye, hogy ez alatt szenvedjen, hogy mindenféle sötét erő, de nem konkrét sötét erőkre gondolok, tehát nem valaki gonoszra, aki idejön, hanem hogy általában azok az erők, amelyek ehhez tartoznak, ami ez alatt történni tud, hogy ez sanyargassa ezt a népet egy olyan helyzetben, amikor tulajdonképpen választhatunk, szabadok vagyunk, ha így úgy tetszik, tehát akár eldönthetnénk, hogy mikor legyen egy új kezdet, az egész nép, maga az egész társadalom és a magyarság szempontjából. Hát erre azt mondom, hogy bizony nem sok olyan konstelláció van, amire az új kezdet mellett döntenék, de ez olyan. Úgyhogy ennek szellemében egy játékot szeretnék meghirdetni. Azt a játékot szeretném meghirdetni, hogy keresünk egy új kezdetet. Mégpedig abban az értelemben, hogy vajon mi lenne ennek az országnak egy olyan képlete, ami felvállalható, esetleg amely összefügg a korábbi sorsával, a korábbi hajlamaival, a korábbi jellegzetességeivel. Nem fog megtörténni, hogy Magyarországon egy új köztársaságot kiáltanak ki, nyugodtan játszhatunk, nyugodtan elengedhetjük magunkat és gondolkodhatunk a dolgon. Úgy tűnik, hogy ezt egy darabig vinnénk el, ezt a Jupiter-Szaturnus szembenállást, de még egyszer mondom, tehát ez a konstelláció arra ösztönöz, hogy igenis kijelentsen, hogy bizony lehet, hogy ebben a helyzetben, mivel nem personal asztrológiáról van szó, hanem mundán asztrológiáról, vagyis bármikor új kezdetet lehet választani, bármikor kezdhet újra egy nép, egy nemzetet felépíteni. Ezért valószínűleg, hogy ezt a módot lenne érdemes végig gondolni, vagyis azt mondanám, hogy gondoljuk végig, hogy vajon milyen képlet lenne az, ami a magyarságnak a hajlamaihoz legközelebb áll. Ha nem találnánk ilyen képletet, az azt jelenti, hogy vinnünk kell a sorsunkat. Akkor ne csodálkozzunk, hogyha úton, útfélen minden bokor mögött egy gonosz tevőt látunk. Nem csak abban azért nem bűnözők, nem konkrét ilyen bűnözőkre gondolok, hanem a sötét erőkre, amelyek újra és újra és újra elárasztják az országot. Sötét erők, definiálhatatlan sötét erők. Nem lehet rámutatni, hogy ő az is, akkor őt nem tudom, mit csinál, bezárjuk, és akkor lehet. Nem lehet ezt megcsinálni, hiszen maga gerjeszti állandó jelleggel újra és újra ezt a fajta feszültséget, és maga a feszültség szüli azt a erőt, amivel aztán szembe kell nézni. Tehát nincs konkrét ellenség, nem lehet konkrétan valamivel valamit csinálni, mert egyszerűen azt az erőt magába hordozza. Ez a kis szegmense csak, amiről beszélünk, hiszen, mint említettem, a magyarság lényegesen több, mint a 89-es képlete. Úgyhogy ilyen szempont, ilyen meggondolások alapján játszottam el avval a gondolattal, hogy bizony nem kell szégyelni új kezdetet keresni. Például, amikor valaki beavatást kap egy úton, akkor nevet kap, és az a képlete onnantól kezdve a képlete. Tehát ez egy új helyzet. Ez buddhistáiknál legtöbbször háromszor történik meg. Ugye először, mint amikor megszületik és kap egy nevet, azután, amikor kap egy beavatást, kap egy menedékvételnél, kap egy nevet, és azután, amikor a konkrét beavatás megtörténik a harmadik szinten, és kap egy nevet. Az a harmadik név az titkos. Tehát nem kell ezt szégyelni, az életünkben sem kell szégyelni azt, hogyha valamit újra kezdünk. Sőt, ezek az újrakezdések rendkívül nagy erőket hordoznak. És még egy szempontot hadd mondjak. Rövidesen feje tetejére áll a világ. Ezt mindannyian tudjuk.
nem csak a Plutó aszcendő. Gondoljuk csak bele, amikor a Plutó átmegy a magyar köztársaság képletének az aszcendensén, akkor a deszcendensét és a deszcendensen lévő Jupitert támadja. Nem csak együtt áll, hanem egyben támadja is. Ráadásul tavasszal lesz egy új kezdet, egy csodálatos konstelláció, ami mégsem olyan csodálatos persze, hiszen a Jupiter-Szaturnusz szembenállás benne van. Tehát ez nem a mi új kezdetünk. De lesz egy kezdet, hiszen hatbolygós együttállás lesz a Kosba. Köztük olyan, mint az Uranus, meg a Mars. Az Uranus utoljára mikor volt a Kosba? 1933-tól 1942-ig, 3-ig? Ekkor volt az Uranus a Kosba. És azért gondoljunk bele, Uranus, uránikus erők és a Kos, szóval úgy azért úgy eszünkbe jutnak ilyen felfordulások, amik akkor tájt voltak. Nem beszélve arról, hogy közeleg az a bizonyos 12-es, ami senki nem tudja, hogy miért, de mindenki érzi, hogy valami nem jó. Nem beszélve arról, hogy például most hallottam egy meteorológustól, hogy az idén minden mediterrán front érintette a Kárpát-medencét. Ilyen még sose volt. Ez az első. Vagyis, amit úgy lehet hallani, hogy fordul ki a tenger, és hogy a pólusok megváltoznak, mintha tényleg így lenne. Tehát tudjuk, hogy közeleg egy változás. Tudjuk, hogy jön egy átalakulás. Nem biztos, hogy ez rólunk szól, lehet, hogy már az utódainkról, vagy azok utódairól, de azt tudjuk, hogy jön. Vagyis az, hogy kezdeni találni egy új kezdetet, ahol újra kezdeni a magyarságnak a létét, de legalábbis azokat a választható síkokatra gondolok, amelyek ugye ebbe a szegmensbe beletartoznak. Én úgy gondolom, hogy talán ezzel semlegesíteni lehetne mindazt, amit most nem tud megoldani ez az ország. Nem tud. Ha még egyszer mondom, a személyes képletben lenne, akkor mondanánk, hogy miket lehet csinálni, hogy oldja fel a trigon szextil, és akkor... De itt más, itt a néplélekről van szó, amit csak áttételesen tudunk befolyásolni. Kell, hogy befolyásoljuk, de oly mértékben nem biztos, hogy tudjuk, amennyire itt szükség lenne. Tehát röviden ezeket gondoltam, hogy esetleg elmondom ezeket a gondolatokat, hogy érdemes ezen gondolkodni, és nézzük meg, hogyha mondjuk fölraknánk egy képletet, és mindenki azt mondja, hogy ez az, akkor lehet, hogy megtaláltuk. Ameddig viták folynak majd, hát nem, akkor inkább tegyük a Kosba, nem tudom én miért, és a Vénuszt a Bikába, mert ott sokkal szebb, addig nem találtuk meg. De adjuk meg a lehetőséget, a sanszot, hogy így mondjam, adjuk meg, hogy esetleg találunk egy olyan képletet, amelyben biztos lesznek feszültségek, biztos lesz szenvedés is, biztos sok minden lesz, és mégis sokkal közelebb áll majd hozzánk, mert nem kell éppen avval küzdenünk, ami a küldetésünk, a magyarságnak a küldetése, hogy a szellemi kreativitást behozza a földre, az emberek közé, hogy megmutassa, hogy milyen kreatív maga az emberi lény, hogy mennyire meg tud mindent változtatni. És ez van a Jupiter-Szaturnusszal gyakorlatilag blokkolva. Ha valaki mondjuk ezt kitalálta volna, akkor neki nagyon ezt meg kell dicsérni, hogy ezt így. De nem találta ki senki, hiszen itt véletlenségekről van szó, idézőjelben, sorszerűségekről, tehát nem gonosz emberek ültek a képletek fölött és kitalálták, hogy a magyaroknak mit kell jönni. Nem erről van szó, de pont ott vagyunk sértve, ott vagyunk korlátozva, ott vagyunk hátrányba, ahol tulajdonképpen az előnyünk kellene lenni, hogy a világ tanítói legyünk abban az értelemben, mint nép, aki ősidők óta hozza magával ezt a fajta szellemi kreativitással való készséget és alkalmaságot, és tanítja is, amióta csak itt van, gondoljunk bele a nemességben, meg minden egyebekben, ami persze ma már le van járatodva, de mégis valahol eredetileg ugye hordozta ezt a fajta szellemiséget. Úgyhogy ilyen értelemben ez az egyetlen szempont, ami miatt ezt a javaslatomat megtettem, és majd lehet, hogy visszatérünk erre egy későbbi időpontban. Mindenesetre
nagyon köszönöm, hogy ezt a nagyon-nagyon nehéz témát, és tényleg a hermetikus asztrológiától távoleső témát tulajdonképpen azért nagyon jó körbe tudtuk járni. Remélhetőleg mindenki számára valamilyen szellemi élményt jelentett, illetve mindenki valamit ebből fel tud dolgozni, hogy az életében a hajlamait megváltoztassa, vagy legalábbis igyekezzen megváltoztatni. Minden jót kívánok mindenkinek az elkövetkezendő igen nehéz időszakokra. Most egyelőre még csak a karál beiglinek a nehézségeivel kell szembenéznünk, de valószínűleg jövőre már egyebekkel is. Úgyhogy mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok, és találkozunk a legközelebbi javas ünnepen. Köszönöm szépen a figyelmet!